Az idei a 150. tanév a Máté Szalkai Szakképzési Centrum Budai Nagy Antal szakgimnáziumában. Ezt egy egész éves eseménysorozattal ünneplik. Mivel a pedagógia ágazatnak, illetve az óvodapedagógusi képzésnek nagy hagyománya van az intézményben, ezért szerveztek első alkalommal egy országos középiskolai pedagógiai csapatversenyt az eseménysorozat részeként. A pedagógia oktatás szétszórtnak számít az országban, nagyjából megyénként egy-egy intézményben van erre lehetőség, közölte a nagykálói szakgimnázium vezetője. A pedagógiai versenyre 17 iskola jelentkezett, három fős csapatok mérték össze tudásukat. A feladatokat a nagykálói intézmény szakemberei állították össze, és a Nyíregyházi Egyetem pedagógiai és andragógia intézet tanszékvezetője ellenőrizte. Úgy gondoljuk, hogy a pedagógiai ágazat Nagykálóban nagyon nagy gyökeret eresztett. A megyében szinte nincs olyan óvoda, ahol ne dolgozna legalább egy olyan óvónő, aki nem itt a Budaiban végzett, illetve aki itt a Budaiban végzett. Nagy híre van az iskolának, a pedagógiai ágazat pedig nagyon népszerű a 8-os lányok körében. Az intézmény vezetője évek óta pályaorientációs feladatokban is részt vesz. Úgy látja, egyre nagyobb szükség lesz a jövőben a tanítókra, tanárokra és óvodapedagógusokra. 10 évvel ezelőtt, amikor még nem érzékeltük ezt a nagy pedagógus hiányt, kevesebb jelentkező volt. Ma már tudom mondani a szülőnek, aki ott van ezen a pályaválasztási szülőértekezleten, hogy úgy tűnik, hogy pár éven belül valóban nagy pedagógus hiány lesz. Amikor még én a szakmámat kezdtem, ezelőtt 100 évvel mondjuk, akkor még sorba kellett állni egy pedagógus állásért, most pedig tártkarokkal fogadják a megyében is az óvodapedagógusokat, tanítókat, de bármilyen szintű pedagógust. És azt érzékelem, hogy a szülő ezt látja, tehát hogy a munkaerőpiac felvenni a gyereket, és ha egy kis affinitása van a gyerekének ahhoz, hogy gyerekekkel, felnőttekkel foglalkozon, akkor már ők is segítenek a döntésben. Az országos középiskolai pedagógiai csapatverseny az egész ágazatot próbálja összefogni. Hagyományteremtő szándékkal hívták életre a megmérettetést, így a tervek között szerepel, hogy a következő években is megszervezik a versenyt.